Üdvözlöm a Fit Percek nézőit, Csajkás Kovács Szuzanna vagyok, okleveles gyógytornász. Az előző alkalommal a törzs stabilitásáért felelős izmokat dolgoztattuk meg, viszont a törzs stabilitásához nagyon fontos a körülötte lévő, az árnyéki gerinc körül lévő ízületeknek a mobilitása is, ezért ma egy olyan gyakorlatsort készítettem, amellyel a csípőt és a háti gerinc szakaszt fogjuk átmozgatni. El is kezdhetjük. Sarokülésben helyezkedünk el. Akinek kényelmes, nyugodtan a sarok és a fenék közé egy kis párnát is elhelyezhet. Két kart felvisszük, orron keresztül mély levegő, szájon kifújjuk. Belégzés. Belégzés, és ellazítunk. Két kezünket combunkra tesszük, én nagyot domborítunk, állunk a mellkashoz közelít, és homorítunk, fejtetővel nyújtózunk. Domborítunk, homorítunk, domborítunk, homorítunk, és megállunk középen. Jobb kezünket a bal térdünkre helyezzük. Hátra visszük a kart, belenézünk a tenyerünkbe, és vissza kiinduló helyzetbe. Kettő, ő vissza. Három, ő vissza. Oldalra válmagasságba hátra nyújtózunk, ő vissza. Kettő, ő vissza. Három, ő vissza. Átlóson fel, és ő vissza. Kettő utána fordulunk, ő vissza. Három, és vissza. Ugyanezt elvégezzük a másik oldalról is. Hátra nyújtózunk, belenézünk a tenyerünkbe, és vissza. Kettő, három, válmagasságba hátra. Kettő, három, átlósan fel, és vissza. Kettő, három, és vissza. Ülőhelyzetbe helyezkedünk el, bal láb előre nyújtva, jobb láb talpra húzva, bal lábon lábfőnket magunk felé húzzuk. Kihúzzuk magunkat, vállakat hátra húzzuk fejtetővel, megnyújtózunk, majd kiengedjük a térdünket oldalra, és előre nyújtózunk. Kettő. Előre. Három. Előre. És vissza. Bal kéz jobb térd külső oldalán, gerincscsavarás, jól megnyújtózunk fejtetővel, és vissza középre kihúzzuk magunkat. Kettő, közép, három, közép, négy, közép, és ellazítunk. Kiengedjük oldalra a térdünket, bal kar hátra, jobb kar, nyújtott láb külső oldalán, jól megnyújtózunk előre. Majd két karral felfejtetővel is megnyújtózunk. Kettő. Fel. Három, fel, és ellazítunk. Talpak együtt, szétnyitjuk a két térdünket, megfogjuk a bokánkat, vállakat hátra húzzuk, fejtetővel megnyújtózunk, és ellazítunk. Előre lépkedünk az ujjainkkal. És vissza.
Fejtetővel nyújtózunk, vállakat hátra húzzuk. Előre. Vissza. Fejtetővel nyújtózunk. Előre. Még egyszer fejtetővel nyújtózunk. Előre. És vissza középre. Jobb lábunkat kinyújtjuk. Bokából lábfejet magunk felé húzzuk. Átfoljuk a térdünket. Hátra húzzuk a két vállat, fejtetővel megnyújtózunk. Majd kiengedjük oldalra a térdünket, nyújtózunk előre. Kettő. Előre. Három. Előre. És közép. Jobb kéz bal térd külső oldalán, gerincscsavarás, fejtetővel megnyújtózunk, és vissza középre. Kettő. Középre. Három. Középre. És ellazítunk. Kidöntjük oldalra lábunkat. Jobb kar hátra, bal karral előre nyújtózunk. Majd két kar felfejtetővel felfelé nyújtózunk. Kettő. Fel. Három. Fel, és ellazítunk. Mindkét láb talpra húzva, alulról átfújjuk a combokat, egy nagyot domborítunk, állunk közelít a mellkasunkhoz, és vissza középre zárjuk a lapockákat. Domborítunk, vissza. Domborítunk, középre. Domborítunk, középre, és ellazítunk. Átmegyünk négy kézláb helyzetbe. Itt fontos, hogy a csukló a vállvonala alatt legyen, a térd meg a csípővonala alatt, fej a törzs folytatásaként. Behúzzuk a köldököt, hátra húzzuk a vállakat, ujjakat széttelepesztjük, jobb alsó végtagot hajlítva elemeljük, és vissza le. Kettő, vissza. Három, vissza. Négy, vissza. Öt, vissza. Hat, vissza. Hét, vissza, nyolc, és vissza. Jobb lábat oldalra visszük, és vissza középre. Kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, és vissza. Összekötjük az előző két gyakorlatot. Hátra visszük, vissza, oldalra, és vissza. Kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, és vissza. Csípőkörzés,
Először befelé. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, és közép. Másik irányba. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, és közép. Sarokra ülünk, picit állazítjuk a csuklónkat, jól esően meg is nyújtózhatunk, és vissza kiinduló helyzetbe. Ugyanezeket a gyakorlatokat elvégezzük a másik oldalra is. Hátra húzzuk a vállakat, köldököt behúzzuk, fej a törzs folytatásaként, bal alsó végtagot hátra visszük, és vissza. Kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Oldalra. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Összekötjük az előző két gyakorlat. Hátra, közép, oldal, közép. Kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, és közép. Csípőkörzés először befelé. Kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, majd kifelé. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, és ellazítunk, sarokra ülünk. Két karral megnyújtózunk. És lassan fel. Bal lábbal kilépünk előre. Fontos, hogy a térdünk ne menjen túl a bokánk vonalánál. Medence hátra billen, vállakat hátra visszük, előre toljuk a medencénket, és vissza. Kettő, három, négy, megtartjuk, folyamatos be és kilégzés mellett, és ellazítunk. Másik oldal, kilépünk, medencét hátra billentjük, megyünk előre, és vissza. Kettő, három, négy, megtartjuk folyamatos be- és kilégzés mellett, és ellazítunk. Talpra húzott lábakkal terpeszülésben helyezkedünk el. Kivisszük a két térdet balra, utána fordulunk, előre lépegetünk a kezünkkel, megnyújtózunk, folyamatos be- és kilégzés mellett megtartjuk, és vissza középre. Másik oldalra, előre sétálunk az ujjainkkal, megnyújtózunk, és vissza középre. Két kar középre, előre sétálunk, megnyújtózunk, és vissza középre. Töröklésben helyezkedünk el, kihúzzuk magunkat, két kart felvisszük orron keresztül, mély levegő, és vissza le kifújjuk. Mély levegőt, belégzés,
Még egyszer. És ellazítunk. Egészségetekre, köszönöm, hogy velem tartottatok. Ajánlom, hogy ezt a gyakorlatsort naponta végezzétek el.